Volt egy kihívásunk, méghozzá több is, pontosabban az egyik ugye Tetris-szel vagy Mastermind-dal kellett játszani és eredményeket elérni, a másik pedig, hogy weboldalt is lehetett építeni és beküldeni. És itt most elemezni fogok egy beküldött weboldalt, és ezt a weboldalt már le is klónoztam saját számítógépemen, mivel nem volt hostolva. Ez egy kisebb probléma, hogy ha nem hostolod magát a weboldalt, akkor nyilván nem jelenik meg. A hostolás meg egy nagyon egyszerű folyamat. Tehát ezt meg is tudom mutatni neked, hogy hogyan lehet hostolni. Ez GitHubon egy ingyenes hostolási lehetőséget biztosít. Tehát ez most az én repozitoriumban van, ez a masszázs oldal, és elmész a settingsbe, Pages, és a Pages-en belül pedig a GitHub Actions, Static HTML, és itt Commit, és Commit. És ezzel készen vagy. Létrejött egy Static YAML file, ezt nem is kell tudni, hogy mi van benne, mert a GitHub mindent elintéz neked. Itt létrejön egy GitHub folder, arra az egyre vigyázz, hogy git pull-nal kell pullolni ugye a legújabb commitot, mert most this branch is one commit ahead of a te mained. Tehát itt most fontos, hogy ami a te számítógépeden van, ahhoz képest is egy committal előrébb van. És ez a branch pedig az én GitHub repozitoriumon van, a te GitHubodhoz képest egy committal előrébb vagyok. Hozzáteszem itt a contribute-ban egy pull request-et létre is tudok hozni, és akkor ezt tudod te hostolni magadnak, ugye ezt is lehetne csinálni, de csinál csak meg te magad itt a settingsben. És akkor hogyan tudod nézni a hostolt változatot? Ugye itt van a settings, és megint pages, és egy idő után megjelenik ez a link. Lehet, hogy kell várni egy percet, de előbb-utóbb megjelenik. És akkor itt van a végeredmény, és látszik, hogy mi a gond a programmal. Ezt majd te tanulni fogod egyébként a mentor programban valamikor. Hogy azért hiányzik az összes kép, mert abszolút URL-eket használtál, és nem relatív URL-eket a képekre. Így nem is lehet hostolni. Mert itt van például az, hogy per img per clock. Ez egy abszolút URL. Perrel kezdünk. A gyökérkönyvtár az itt teljesen máshol van, ez egy Linuxos rendszer, ha minden igaz, mint ami a számítógépeden volt. A számítógépeden működött. Itt nem fog működni. Ezért nyilván nem a hostolt megoldást fogom választani, hanem a saját számítógépemről fogom futtatni live server segítségével. És akkor ez már fut is, és itt nyilván megjelentek a képek. Tehát most a live server az ide fog menni. És nyilván azt mondom, hogy ezt úgy ütötted össze ezt a weboldalt, hogy most kezdtél el az egésszel foglalkozni. Ezért mindenképp ez dicséretet érdemel. Belemertél vágni így egy hét alatt, mondjuk egy weboldalépítő kihívás meg a más alapján, és összeütöttél egy oldalt, ami nem csak hogy működik, de még itt sem esik szét annyira. Tehát nyilván itt lehetne jobb menüt kiválasztani, de működik egy flexbox, és minden a helyén van. Több töréspontod is van, ezt így külön láttam. Tehát ez jó, ez nagyon jó. A rendszer, hogy működik. Egy-két szerencsétlen megoldás van benne. Az egyik az, hogy ha megnézed, a szöveg lényegesen lejjebb van, mint a képek. Ugye a képek felfele vannak igazítva, a szöveg meg lefele. Ez egy rossz hatást kelt, ugye. Ez, hogy mennyire szerencsés, hogy itt így világítjuk meg, ez egy kicsit így félkésznek néz ki, így keret nélkül. Lehet, hogy valami keretet kellene neki adni. Mutatom. Most keretet én nem merek ennek adni nyilván. De outline-t igen. Hover stílus. Itt van, hogy más színed van. Most outline-t merek neki adni. Mert a kerettel lehet, hogy egy kicsit az elrendezés szétesne. 3 pixel, solid, mondjuk light green. Nem tudom, hogy most milyen színt adok neki, látod? Most a szín az ronda, tehát lehetne inkább ezt használni helyette, ha már ezt a színt használtad.
de mégis ad neki valami keretet, hogy ne essen szét. Ugye? Lehet ilyet csinálni. Ez nem jó logónak ez a virág. Valami neve legyen. És az, hogy túl sok minden van itt, itt van még a virág, meg ez a szöveg, ez így elrendezés szempontjából nem optimális nyilván. És ide a fejlészbe fölösleges ezeket mind kiírni. Itt egy csomó helyed van itt a fő banneren, a cím mellett, és akkor alá például kiíratod, ugye e-mail, cím, minden más, és még egy térképet is beilleszhetsz valahol az aljába. Ez csak ilyen kinézett szempontjából. Ezt nyilván nem tudom pontozni, mert valószínűleg a szerkezeti gondok miatt ugye nem érnél el a minimum mondjuk olyan 70 pontot a 100-ból. Tehát ez valószínű. De ami a lényeg, hogy ennyi tanulás után elérnél mondjuk olyan 50-55 pontot a 100-ból. Mert sok minden meg jó az oldalban. Az elrendezés kifejezetten jó. Itt valami érdekesség van, hogy a következő képnek az eleje így bejön. Nem minden képernyő méreten, de itt például nagyon látszik, hogy a következő kép már a karuszelben, ugye forgótárban bejön. Ez is nagyon jó, gondolom nekiestél most nemrég ugye megláttad a bootstrap tanfolyamot, és akkor nekiestél ennek a karuszelnek az integrálásának, ha minden igaz. De nem biztos, hogy ez a bootstrap-es megoldás volt. Lehet, hogy ez csak egy ilyen kis saját a karuszelból. Majd kiderül. De ezek nagyon ilyen bootstrap komponenseknek néznek ki egyébként, ilyen kártyák, meg egyéb dolgok. Ez jó. Csak az az érdekes, hogy amikor így nagyon, nagyon nézegetjük, hogy akkor ez most micsoda, akkor egy idő után az egeret zavaró. Tehát zavaró ez a megoldás, én is használtam annak idején sokat, csak felhasználó élmény szempontjából nem olyan jó. Megoldás szempontjából nyilván büszke lehetsz rá, gondolom, mert fú, ilyet tudok már csinálni, és régen meg nem tudtam. Csak kérdés, hogy ez a felhasználónak jó-e, vagy nem jó, ezt mindig meg kell nézni. Itt van egy ártábla, a táblázatot is létrehoztál, itt van még egyszer a cím. Ez viszont nem jó. Amikor világos árnyékot adsz valaminek, akkor az ilyen természetellenesnek szokott hatni. Ugye ez ilyen háttérvilágítás gyakorlatilag. Árnyékot általában sötéttel szoktunk, tehát általában sötét árnyékkal szoktuk hangsúlyozni, hogy valahonnan megvilágít az oldal valamit, és akkor ez így kiemelkedik a háttérből. Ez a háttérvilágítás, de egy kicsit ilyen neonos talán, és ahhoz egy kicsit nagyobb betűk, nagyobb input mezők, nagyobb üzenet kellene, itt pedig kihagytál valamennyi szóközt, látod? Ez valószínűleg a texterje és a pertexterje közötti rész. És ez itt van, ezt ki tudod törölni. Emellett paddinget kéne adni mindegyik input mezőnek. Ez egy kicsit, ez egy alapértelmezett gomb, még a kerettel mindennel együtt, ennél vannak szebb gombok is. Nézd vissza, néhány héttel ezelőtt volt a prémium támogatás részben egy konzultáció, ahol ilyen különböző gombokat néztünk meg, hogy melyik jó, meg melyik nem jó. Bár nem biztos, hogy azt kell végignézed, hanem egy ilyen szép gombot, buttont meg tudsz nézni, hogy mondjuk button styles, interneten megkeresed, és nem kell neked kitalálni, hogy hogy néznek ki, vagy form styles, hanem lemásolod azt, ami jól működik. Nyilván odaírod egy readme.md-fájlban, hogy honnan vetted az ötletet, de ezt te adaptálod mondjuk az oldaladra. És látod, akkor ez így jobban néz ki. Itt van egy kapcsolatrész, galéria, ez csak egy ilyen lapozgatós rész. És akkor nézzük a kódot. Tehát maga a kód, az itt van, és Google fontnál nagyon fontos, hogy általában érdemes lehet letölteni a fontot a saját számítógépedre. Én ezt nemrég tudtam meg, hogy néhány európai országban elkezdték perelgetni a felhasználókat azért, mert a Google font letöltése miatt a felhasználó IP címét továbbítja a Google-nek, és az adatvédelmi szempontból nem optimális. Nyilván a kis oldalak ettől nem kell, hogy féljenek, de az ilyen több milliós forgalmú platformok már igen. És ezért általában a jó megoldás az, hogy nem CDN, Content Delivery Network linkeket használunk, hanem letöltjük a fontot, a betűtípust, és a CSS-be beillesztjük. Ezt egyébként lehet, megvannak ezek a módszerek szintén. Tehát ezt érdemes lehet megfontolni. Azt nem tudom, hogy ez a
Flickity ez a mennyire továbbítja az IP címet, szerintem ez nem, de a Google fonttal volt az utóbbi időben a probléma, és az is inkább egy ilyen nyugat-európai, közép-európai probléma volt. Ezt megbeszéltük, hogy nem csinálunk abszolút URL-t. Mindig ponttal kezd. Pont per IMG. A pont az az, ahol mi vagyunk most, az index HTML. Pont per IMG per akármi. Jó? Ez a pont az elején mindig legyen ott. És akkor biztos, hogy relatív lesz az URL, sőt, még kattintással is tudod ezt szerkeszteni. Itt van egy szóköz, ez töröl. Nagyon szép, nagyon jó, hogy altot megadtál. Ez elvileg link, ahref egyenlő, méltó kettős pont, és akkor itt az e-mailbe ott. De ez szintaxis, tehát ezt tudod. Az se baj, ha így írod egyébként szövegként. És akkor hivatkozás. Szép egyébként, viszonylag érett a megjelenés. Itt is kell egyébként alt, ez kötelező. Ez validációs hiba. Ezt meg is tudom mutatni, hogy miért validációs hiba. Mert van egy ilyen dolog, ez úgy hívják, hogy HTML validátor. Ez, amikor házi feladatot ad be nálunk valaki, az alapfeltétel, hogy ezt futtatni kell. És ne legyen benne validációs hiba. Itt van az index HTML. És, ja persze ez a localhost, oké. Akkor a GitHub Pages-en ezt akartam. De azt nem tudod futtatni, de ezt igen. Amikor hostolva van. Nyilván nem hostoltad, akkor a validate by direct input ide kell a HTML-be másolni. De most link alapján. Igen, tipikus hiba, hogy valaki localhostot próbál megnézni. Azt hittem, hogy ez a GitHub Pages hostolt megoldás volt. Na, akkor nézzük ezt. Látod, hogy itt vannak a hibák. Duplicate attribute class. Ez lehet, hogy nem tűnik fel, de a formban kettő classod volt. Aztán attribute üzenet not allowed on element text area. Van egy üzenet nevű attribútumod a text area. És akkor megnézzük a formot a legvégén, és a text area-t, jó? Tehát ez itt van valahol az alján. És először is class egyenlő űrlap, class egyenlő form. Látod? Duplikát. A másik pedig a text area-nál van egy ilyen, hogy üzenet kettős pont. Ez micsoda ez az üzenet kettős pont? Ez valószínű az, hogy ezt akartad ide írni labelként, csak véletlenül itt is megmaradt. Ez hiba, de megoldotta a HTML, csak te nem vetted észre. De ez észrevette a validátor. A másik pedig ugye az alt, azt általában hibaként szoktak kijelezni, nem tudom, hogy miért nem jelezte itt hibaként, de ez nekem hiba általában, hogy alt egyenlő üres string, és az itt volt valahol alt egyenlő üres string. Ez, tehát ez a négy. Oké. Okay. És itt egy egyszerű szerkezetet hoz létre a flipkarddal. Ugye jól tudsz használni egy könyvtárat, ez külön jó, hogy ezt tudtad használni. Jól olvasható egyébként a HTML-ed is általánosságban. Még FormSpring integráció is van, ez még jobb. Tehát itt látszik, hogy a weboldal építő kihívás alapján mentél, és még JavaScript-et is használtál egy külső package-ben, ezt a Flickity-t gondolom, ez a, amikor felfordul az oldal. Aztán van egy ilyen, hogy massage.html, price.html, ezt én nem értem, hogy ezek micsodák. Tehát ez... valószínűleg ez ugyanaz, mint a fő oldal, csak a végén egybe másoltad, de ilyenkor meg törölni kellene, nem? Nem, ez egy másik oldal. Tehát nem tudom, hogy innen a fő oldalból hogyan lehet eljutni oda, mert az a helyzet, hogy itt nincs, tehát ez egy ősségi hiba nyilván, hogy nincs lehetőség átmenni a másik oldalra, a fő oldalból. Csak akkora tudod, hogy van egy ilyen HTML. De ez nyilván ugyanaz a ez csak egy ilyen kis kísérlet volt. Akkor így nézett ki az oldalad. Ezt gondolom nem akartad a végső megoldásban. Meg van a price.html. Ezt nézzük. Ezért általában pontot szoktam egyébként levonni. Hogy itt vannak fájlok, amelyeket nem töröltél. Mert felhasználtad ezeket a végeredményben. Tehát itt van ugye ez az egyik, az árlista meg itt van. Ezeket felhasználtad a végeredményben, és egy oldalba került.
de ezek a másik HTML-ek valahogy ott maradtak. Úgyhogy ez a az elemzésnek nagyjából a lényege, hogy ezeket a hibákat megnézzük nyilván, hogy amelyeket viszonylag könnyen tudsz javítani. A szép érzéket egy kicsit tudod javítani nyilván, tehát olyan értelemben tudod a szép érzéket javítani, hogy olyan oldalakat másolsz le, amelyet mások dizájnoltak, és megpróbálod megépíteni HTML CSS-sel. Nagyon szép szerkezet, hogy fent van a header, aztán a main rész, utána pedig a footer, gondolom. Itt megint egy abszolút URL van, ezt kerüljük. És nézzük a többit, törzsszöveg, jó. Ezek még az ilyen alap dolgok. Látszik, hogy flexboxot használsz, ez is jó. Látszik, hogy az animációkkal tisztában vagy. Látszik, hogy az abszolút URL-eket használod még itt is a relatív helyett. Ezt már tudod, hogy miért gond. A WebKit, meg ezek a WebKit vendor prefixek, ezek már kimentek nagyjából a divatból az esetek többségében, kiéve, ha ilyen ősrégi böngészőket szeretnél támogatni, de úgy sem működik minden már. Tehát fölösleges az a WebKit az esetek többségében. Nem tudom, hogy itt a WebKit Boxpack az fölöslegesen ma, de ennek utána lehet nézni, én azt gyanítom, hogy már teljesen fölösleges. De ha nem, akkor nem. Azt konkrétan tudom, hogy a WebKit Transform azt ma már felesleges használni. Egyszerűen lehet, hogy a böngészőknek a 0,1%-át, a felhasználói 0,1%-ának szüksége lenne rá, de ezzel is hozzájárulsz ahhoz, hogy egy jobb világ legyen, hogy előbb-utóbb töltsék már le ők is van egy modernebb böngészőnek a kódját. Tehát ezt a WebKit-et, ezt a Transformnál már, meg a filternél el lehet hagyni. Okay. Persze nyilván ezt csak akkor lehet mondani, ha van felhasználói statisztikát, hogy milyen böngészővel látogatják az oldaladat, de, és ott egymásnak adják ki magukat a böngészők. De ettől függetlenül hát nem nagyon kell már a WebKit-tel foglalkozni. És ennyi, és az külön szép, hogy a Media Query a legaljára kerültek, és tényleg csak inkrementálisan használtad őket. Az viszont nem szép, hogy vagy Minbitet használj, vagy Maxbitet használj. De ne használd mind a kettőt. Mindig az alap, amire dizájnolsz, az vagy mobile first, vagy desktop first. Az ez a stílus, amit kiválasztottam a kódodnak a 90%-a plusz, még nem amennyi. Aztán utána szép sorban lépkedsz felfelé, vagy lefelé. Felfelé lépkedsz, ha Minbitet használsz, és mobile first volt. Vagy lefele lépkedsz, ha Maxbitet használsz, és desktop first-re dizájnoltál. De ez, hogy így össze-vissza vagyunk, ez csak bonyolítja a helyzetet. Bonyolítja a tesztelhetőséget. Mindig valamelyik végpontot dizájnold, vagy a desktopot, vagy a mobilt. Tehát vagy a legnagyobb desktopot, vagy a legkisebb mobil. Ezt kellene még megnézni talán, hogy ez miért ilyen. Másik pedig, hogy rendben, hogy csak egy darab táblázatod van az egész oldalon, én ezt értem, de azért igazán hozzá lehet adni klasszeket. Mindig, amikor tag nevet használsz, akkor nehezen karbantartható az oldalad. Egy ilyen kis oldalnál még ez nem gond, de majd ha nagyobb lesz, akkor majd vigyázz erre. Itt értem, meg a H3-at is értem. De ezeket a tag neveket általában kerülni kell. A legjobb tag név, amit szintén lehet használni, ez a HTML, ugye a fő stílusban. Mert ott megadod a box sizingot, ami innen hiányzik, meg a reset is hiányzik, hogy margin 0, padding 0. Meg ezt lehet bodyra is. De a HTML-en, meg az összes többi elemnél margin 0, padding 0, és box sizing border box a HTML-re, és box sizing inherit az összes elemre. Például ezt a resetet tanuljuk, ezt Polar Restore-ja. De sokféle más reset is van egyébként, amit szintén lehet használni. Tehát ezekre a tag nevekre felhívom a figyelmed, meg arra is, hogy jó, rendben van, hogy ennyit írtál, és itt van ez az oldal, nagybetűvel kezdjük egyébként a címet, lehet egy kicsit még írni, hogy honnan vettél ötleteket, meg ilyen hasonlókat. Mert tényleg az, hogy írsz például, jó, rendben, hogy töltődjön fel, írsz mondjuk egy ilyet, hogy modern CSS button styles, ezt beírod mondjuk itt a ide, böngésződbe, akkor
fashionable websites, tehát jól kinéző weboldalak, nézzünk itt ezt a 38-at, creative button styles, még 7 button style, és akkor nézzük. És akkor látsz ilyen modern button, gomb stílusokat. És ezeket le tudod nézni. Ha valamelyik különösebben megtetszik, akkor ezt le tudod nézni, hogy hogy néz ki. Tehát, ja igen, ez csak a... Itt most rosszul mondtam, mert ez lenne a gomb maga. Button hover példa. Love 2. Hover. Hover. És itt a demónál tudod megnézni, ha valamelyik igazán tetszik. Nyilván nem kell ilyen nagyon extrém gombot. Valami ilyen egyszerű. Itt van ez a draw border. Nézzük a demót. Ez egy code pen. Látod? Ilyenre én nem vagyok képes, hogy ezt kitaláljam egyébként. Én nem vagyok design. Hát képes vagyok, csak nem tanultam soha, és nem gyakoroltam soha. Ha gyakorolnám a dizájnt eleget, és tanulnám mondjuk azt, hogy milyen pszichológiai hatása van egy ilyen gombnak, hogy mondjuk éjszakán egy ilyen sötét témában megvilágítjuk, mintha felkapcsolnánk egy ilyen kis elemlámpát, vagy besüt a hold az ablakon, vagy besüt a nap az ablakon, vagy valamilyen egyéb kis lámpát felkapcsolunk, hogy ne botoljunk meg a sötétben, akkor én ezt értem. Ja. És akkor azt mondanám, hogy jó, én ilyet ki tudok találni. De mi fejlesztők vagyunk, szoftverfejlesztők, és nem designerek. És ezért van az, hogy nekünk segítség kell ahhoz, hogy valaki kitalálja, hogy ez hogy néz ki, és mi meg használjuk. Nyilván kell valami minimális szép érzék, mert komponenskönyvtárakat kell tudnunk használni. De ezt nem te fogod kitalálni, nem használod. És akkor view source code, és meg kell értened azt, hogy ez most nem CSS-ben van a stíluslap, hanem SAS-ben. Tehát ezt egy kicsit érteni kell ahhoz, hogy ez micsoda. És akkor tudod olvasni a stílusokat. De vissza tudod fejteni CSS-ből is. Mert jobb gomb, inspect, és akkor megnézed a generált CSS-t. Látod, itt van egy példa. Aztán vannak még más példák is nyilván. Ez se egy rossz gomb, csak más színben esetleg. És így kérdés, hogy milyen érzelmeket szeretnél kelteni. Itt jönnek a gombok, a heal. Ezek egész jó gombok, látod. Aztán itt van még 7 másik. És nem megyek végig az összes gombon, ami létezik, hát ha valamelyik jó. Nem rossz, csak a sárga. Ez nehezen olvasható. Ezt most mondom, hogy az akadálymentesítésen nem menne át ez a gomb. Mert a kontraszt nem jó. Nehezen olvasható a button. Ez nem rossz. Érdekes. Azért nagyon ne változtassuk a gombnak a méretét. Ez jó, csak hagyjunk neki helyet nyilván. Hagyjunk neki helyet, hogy az oldal többi része az ne változtasson. Ne változzon meg. Ez egy kicsit túl sok talán. Igen, tehát sokféle gombot lehet látni, és az érdekes, hogy ez úgy néz ki, mint egy alapértelmezett gomb, amire tettek egy ilyen háttérvilágítás, de ilyen nem is természetes ez a háttérvilágítás, és valahogy megváltozhatod a háttérszint, és ennyi. De ettől ez még egy alapértelmezett gomb marad. Ezért ez látszik, hogy hát ez nem egy ilyen stílusos gomb, hanem ez egy ilyen 2002 van, vagy 1998, akkor ott ilyen érdekes weboldalak vannak, lehet nézni a Wayback Machine-en, és ott akkor még elkezdték felfedezni, hogy mire való a HTML meg a CSS. Tehát ez egy kicsit ilyen. De még egyszer mondom, hogy nem baj, mert ahol most tartasz, hogy mondjuk egy hét tanulás után ezt összehozod, hát most gondolj bele, egy héttel ezelőtt gondoltad, hogy ezt meg fogod tudni csinálni? Nem. És egy hónap múlva hol fogsz tartani, ha most itt tartasz? Ez a kérdés. Nyilván. És akkor már rögtön másképp látod ezt az egészet. Oké, akkor nagyjából ennyit tudok ehhez hozzátenni. Ez volt a pályamunka, amelyik beérkezett, mert nyilván tetriszezni egyszerű volt, meg mi volt a másik Mastermind játékot játszani. Úgyhogy most ez egy pályamunka érkezett, és nyilván ez volt a nyertes pályamunka. Ha lemaradtál arról, hogy volt egy ilyen lehetőség is, ugye ez a 12 hónap felett még 6 hónap extra prémium támogatást ér.
és tehát a győztes. És az egy beküldésből ugye volt egy győztes. Tehát gratulálok a nyereményhez. Úgyhogy ha erről lemaradtál, akkor valószínűleg nem olvastad a hírlevelünket, mert ez a hírlevelet olvasók között volt kihirdetve, és az, hogy a videóban megemlítettem valahol, ha megemlítettem, az egy másik kérdés, de hírlevélben ki volt nyilván pontosan hirdetve, hogy milyen játékok vannak, a Tetris, volt ugye a hekkelős játék, meg volt a bármelyik weboldalépítő kihíváson végre lehet menni, és a legértékesebb pályamunka az 6 hónap extra premium támogatása 12 felül. Tehát ez egy lehetőség volt. Nyilván azt nem ígérjük meg, hogy mindig vannak akciók, viszont erről elsősorban az e-mail feliratkozók értesülnek, és ha még nem iratkoztál fel, akkor programozáskarrier.hu-ra felmész, kitöltöd a tesztet, és ott meg tudod adni, hogy felszeretnél iratkozni a levelező listára, vagy nem. És ez a két lehetőség van. Oké, akkor ez volt az elemzés, gratulálok a megoldáshoz, és sok sikert kívánok mindenkinek, aki szeretne hasonlót építeni. Először nyilván nem lesz tökéletes, aztán egyre jobb lesz. Vannak ehhez ingyenes tanfolyamaink is, többek között, link a leírásban. HTML, CSS tanfolyam és WordPress tanfolyamban jelenleg ingyenesen elérhető, később elképzelhető, hogy bővítjük a tanfolyamokat.